hétfő hajnalban az ázsiai kereskedési szakaszban elérte az arany árfolyama az 1180 dolláros szintet, támasz szintet, ahova vártuk is a sárga nemes fém árfolyamának a megérkezését, miután pár héttel ezelőtt 1240 dollárnál a támasz szint átszakadt, eléggé nyilvánvalónak tűnt, hogy meg fog ide érkezni az arany árfolyama. Az elmúlt másfél évben kétszer is járt a kurzus 1180 dollár környékén, ahonnét két ízben eddig föl tudott tápászkodni a sárga nemesfém. Egyelőre nagy kérdés, hogy harmadjára is sikerülni fog-e ez. Most minden esetre stabilizálódik, egyelőre az árfolyam visszakapaszkodott ismét 1200 dollár fölé, 1220 dollárnál járunk ebben a pillanatban. Volna még emelkedési potenciál, eljuthat a kurzus vissza 1240-ig, a korábbi támasz szintig, amely most ellenállásként funkcionál. Sokszor tapasztaljuk azt, ha egy támasz szint elesik, letörik, akkor utána visszatesztel még az árfolyam is, és teszteli azt, hogy az a támaszszint, ott milyen reakció történik a piacon azon a támaszszinten. Ha fölé tudna emelkedni, 1240 dollár fölé tudna kapaszkodni az árfolyam, akkor 1280 dollár lehetne a következő célállomás, ahol aztán nagyobb ellenállásba ütközhetne a kurzus. De egyelőre nagy kérdés, hogy egyáltalán eljutunk-e 1240-ig, és hogy valóban fölé tudna-e kerülni az árfolyam. Azt gondolom ebben a pillanatban, hogy 1240 dollárnál ismét erősebb eladói nyomás mutatkozhat, amely lenyomhatja még egyszer 1200 dollár környékére, vagy az alá az árfolyamot. Az átmeneti stabilizálódás és korrektív emelkedés hátterében egyszerűen az áll, hogy túladottá vált mind az arany piaca, mint pedig a piacok általánosan is elmondható, hogy extrém állapotokba jutottak a dollár árfolyam az elmúlt két hónapban. Masszívan erősödött, 10%-kal felértékelődött az euróhoz képest a világ két legnagyobb devizája, dollár és az euró. Elméletileg stabilan kellene, hogy viselkedjenek egymáshoz képest ezek a devizák és az árfolyamok. Ilyen nagy kilengéseket nem lenne szabad, hogy tapasztaljunk. A jegybankoknak feladata lenne az, hogy stabilitásról gondoskodjanak, és ehhez képest drámai dinamikával zajlottak le árfolyam elmozdulások a közelmúltban. Hasonlóan extrém értékekbe jutott az olaj árfolyama, 90 dollár alá vagy környékére a Brent típusú kőolaj, 80 dollár környékére a VTI, és számos más egyéb piacról mondható el azt, hogy extrém szinteken mozognak az árfolyamok. Az extrémek sokáig nem állnak fönn, korrekciónak kell következnie a közeli jövőben, vagy éppen már most is. Úgyhogy ez, amit most látunk, ez a korrekció az aranynál egyelőre valóban nem több. Egy korrekciónál a dollár árfolyam is megtorpant az elmúlt napokban, ott is egy korrekció, egy némi nemű gyengülés következhet a dollár számára, és ennek vonzásában erősödhet vissza talán valamelyest az arany árfolyama. De az összkép azt gondolom, hogy továbbra is eléggé negatív, és az eladói nyomás az többségben van, tehát uralkodik a piacon, és ez arra utal, hogy bizony még egyszer tesztelésre kerülhet az elkövetkezendő hetekben az 1200 dolláros árszint az aranynál.